Gábor vagyok, a 27. országos zsiácsfilm személyigazgatója. És akkor 132 film, 123 film, elméletileg 2000 perc, azt hiszem, ha jól számoltam. És a zsűri majd az megnézi, 3-4 napon keresztül nézi. A negyedik nap végén eldönti, hogy kik fognak díjat kapni, és akkor kb. 30 díjat fogunk kiadni. Szia, Móni vagyok. Én Sipos Bence vagyok. Peresztegi Hanna vagyok, és jöttem a vetítésre. És éppen a filmeket nézem itt a Diákfilm szemlém. Szia, én Körtési András vagyok. Batic Anna vagyok, és a kaposvári diplomafilmemmel neveztem, a Lea Vikával című filmmel. Én is a filmeket nézem ezen a csodálatos fesztiválon. Szalai Kornél vagyok. Tersőci Barnabás Gyula vagyok, és készítettünk egy kis filmet, amiben szerepelek. Saját filmet jöttem megnézni igazából. Gorsi Angélika vagyok, Debrecenbe jöttem a Megyesi Ferenc Gimnáziumból, animációt tanulok és animációt hoztam a Diákfilmfesztiválra. Apukám filmét fogják vetíteni holnap, a Tűhegye című filmet. Kustra Ádám vagyok és Král Kevin filmjét jöttem megnézni. Král Kevin vagyok. A Stalker még egy Esély című kisfilmet mutattam most be. Ma csak beugrottam megnézni, milyen a többi alkotás, és ott szurkoljak mindenkinek. A Cigaretta című animációs filmmel jelentkeztem a filmszemlére, kíváncsi leszek a nézői reakciókra és a zsűri válaszára. Kukovec Irén vagyok, főszervező. Kik vagytok és mit csináltok itt? Szent László Gimnáziumtól mi vagyunk a technikusok. Hogy hívnak? Mandula vagyok. Téged? Barnabás. Mit csinálsz itt? Pálic vagyok. Mit csinálsz itt? Filmeket jöttem nézni. Te? Hasonlóan. Hasonlót szeretnék. Alkottál valamit? Igen, két videó, egy videóklipet és egy kis filmet játszottak itt. Megnéztétek már őket? Igen. Sok voltak? Nekem tetszettek. Szerinted? Remélem. Majd meg tudjuk. Hogy fogadta a közönség a filmet? Óriási tapsvihar mindenkinél, szerencsére mindenki így tapsolt, szóval. Na, szuper. És mondanál még valamit? Elküldte az angyalos filmet a Red Hot Chili Peppersnek a gitárosának, és ez visszajött neki. Mit írt vissza? Azt mondta, hogy nagy megtiszteltetés számára. Tök jó. Köszönjük. Pedig országos diákfilm szemlét szeretném megnyitni. Én Merza Gábor vagyok, a diákfilm szemlé igazgatója. Annyit mondok még, hogy ha akarjátok a maszkokat használni, úgy vannak, ezek original, latinú, többször használható maszkok, el lehet vinni, ingyen van, mindenki egyet. Ingyen. Van készfertőtlenítő, és van a portali, a lázmérő, hogy valaki lenni, jó, meg. Lázát is. Na, akkor ennek ünnepélyesen megnyitom a 27. országos diákfilmszemlét. Kezdődnek a versenyfilmek. Hát, köszönöm. És akkor jó szórakozást kívánok. Mindenkit, és akkor belevágunk a konzultációba. Mindenkit, aki eljött és megtisztel bennünket arról, hogy a 21. országos diákfilm szemlének a záró ünnepélyén részt vegyenek, és a díjkiosztó ünnepélyén. Rögtön átadom a szót Vlatkocsi Kadrás operatőr filmrendezőnek, aki a zsűri elnöke. Hát említette volt a Merza igazgató úr, hogy 120-valahány filmet néztünk végig a 4 nap alatt. Én őszintén megmondom, hogy azután a helyzet után, ami bekeveredett ez az ország, a járványügyi helyzet után
ez nekem őszintén meglepetés volt, hogy egyáltalán ennyi alkotás össze tudok jönni. A díjazásról annyit, hogy meglehetősen demokratikus hangulatban történt a díjak kiosztása. Révén szó, hogy egyenletesen magas volt a színvonal, azokat, akik erre a pályára készülnek, vagy ennek a pályának az irányába kacsingatnak, hogy legyen ez a szó általam továbbadva, hogy biztatnám őket, és biztatnám azokat is, akik mindössze csak az örömeiknek a teljesebb kifejezésére, vagy megfogalmazására, tehát mint egy a saját örömükre nyúlnak a mozgóképhez. Köszönöm szépen!